Ilyen dalokkal hívogatták a Télabót a makói gyerekek advent második vasárnapján. A Mikulás Lapföldről gyalog érkezett, mivel rénszarvasai szétszélettek. Így fázott a lába és éhes is volt, ezért örömmel fogadta, hogy a gyerekek sütivel és tejjel várták otthonukban. A nagyszakállú mielőtt a város főterére ért, már minden makói gyermek csizmáját teletömkötte. Meglepetésemre minden évben van egy-egy új dal, amit még nem hallottam, meg 450 éve csinálom a szakmát, és mindig van új a repertoáron, úgyhogy ennek nagyon örülök. És idén azt is el kell mondanom, hogy a makói gyerekek olyan, az óvodásoktól kezdve olyan udvariasak voltak, mindenki megköszönte az ajándékot, kivétel nélkül. Úgyhogy ennek még külön örülök. Úgy látom, valami ajándékot is kapott. Igen, igen, ezt egy kislánytól kaptam, nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy rakom ki majd Lapföldön a házam falára, a szobámnak a kandalló fölé, föltétlenül. A piros ruhás otthon hagyta a virgácsokat, hiszen Makon csak jó gyerekek vannak, idén csak illedelmes kisfiúkkal és kislányokkal találkozott. A Bartókosok kórusának énekére szánnal érkezett a hófehér szakálló. Aki jól viselkedett, az ajándékot is kapott, valamint fel is ülhetett a Télapó szánkójára, amelyet rénszarvasok hiányában két fekete ló húzott. Az apróságok egész héten készültek a nagyszakálló érkezésére. Én nagyon vártam, és sok csokit kaptam. Te? Én kaptam bele pénzt is. És hogy vártad a Mikulást? Nagyon! Hát kitisztítottuk a cipőmet, és kiraktuk az ablakba, és kettő ajándékot hozott a két cipőmbe. Mit hozott neked? Hát volt benne ropi, sajtos keksz, és volt benne ropi, meg egy innivaló. Még nem jött hozzánk, de az iskolába igen. És még tegnap is jött a Mikulás hozzánk, de azt nem láttam, mert anyához jött, meg apához. És akkor te mikor fogsz vele találkozni? Máma. Mit gondolsz, jó kisfiú voltál? Kapsz ajándékot, vagy virgácsot, ha rossz voltál? Én jó voltam, kedves voltam a testvéreimmel, a barátaimmal, és még sok más.